megállni egy percre és észrevenni azoknak a dolgozóknak az áldozatos munkáját, akik odaadással, szakmai alázattal végzik hivatásukat, mondta a kórházak főigazgatója az ünnepségen, aki megköszönte kollégái munkáját. Ezen a pályán csak elhivatottsággal, kitartással, hittel lehet dolgozni és jó szakmai színvonalat nyújtani. Dr. Adorján Gusztáv kitért arra, hogy ebben a megyében példaértékű kórházfejlesztés zajlik, ami hozzájárul ahhoz, hogy jobb körülmények között történjen a betegellátás. A bérek további rendezésére viszont szükség van, hiszen csak így lehet vonzó a fiatalok számára itthon a szakma. Egy lassú folyamat azért elindult most már az elmúlt évek bérkompenzációja kapcsán, illetve most is a bizonyos pótlékok alapbéresítésével kapcsolatos ígéret, ami most elhangzott néhány nappal ezelőtt a rádióba és a sajtóba. Azt gondolom, ezek már azt jelentik, hogy az a fajta életpályamodell, hogy érdemes legyen Magyarországon, érdemes legyen itt maradni, gyógyítani, az már ezt jelenti. Természetesen mi az intézményünkben is, tehát a kórházonban is gondolkodunk azokon a lehetőségeken, hogy hogyan tudunk pályakezdőket itt tartani. Az ünnepségen 30-an kitüntetés, 8-an főorvosi, 18-an adjunktusi kinevezést kaptak. A gyógyító munka szép, felelősségteljes szakma, ám nehéz is, ezért még inkább dicséretes, ha abban valaki kitartóan és hosszú ideig dolgozik, nem riad vissza a kihívásoktól. 1989. október 1-től kezdtem el dolgozni a Jós András kórházban, azóta folyamatosan itt vagyok, folyamatosan a 3-as számú belgyógyászaton, amelynek a kardiológia profilja akkoriban már megvolt, és ez a mondjuk most már lassan szintiszta kardiológia osztály az, ami fejlődött az elmúlt 25 év folyamán, részben a kórház segítségével, részben mondhatom a saját ambíciónkból, részben a nemzetközi trendeket követve. Az ünnepségen a megyei közgyűlés elnöke is megköszönte az orvosok, ápolók és az egészségügyi dolgozók munkáját, aki szerint ezt a hivatást csak személyes elkötelezettséggel lehet végezni. Elhangzott az is, hogy az egészségügyi szférában a kórházak, intézmények korszerűsítése elengedhetetlen, a Máté-Szalkai Kórház struktúra pályázata szépen halad, és a nyíregyházi sürgősségi centrum fejlesztése is hamarosan befejeződik.